Vladimir Putyin február 24-én hajnalban megtámadta szomszédunkat, Ukrajnát. A világ felháborodott. Összezárt, szankciók sokaságával sújtotta az oligarchái révén egyébként mindenhol komoly befolyással rendelkező orosz elnököt és kormányát. Néhány autoriter állam kivételével mindenki nyíltan elítéli Putyin katonai agresszióját, a pusztítást és a több mint egy hónapja zajló civilek ellen elkövetett háborús bűnöket. Van azonban egy kis közép-kelet-európai ország, amely ugyan tagja a nato és az Európai Uniónak is, de kormánya az elmúlt években mégis egyre szorosabbra fűzte kapcsolatát az oroszok véreskező és gyakorlatilag tejhatalommal rendelkező elnökével. És még most is, amikor Putyin egyre jobban elszigetelődik a világ többi részétől. Magyarország kormánya az európai vezetők között lapítva csendben elfogadja a döntéseket, de itthon továbbra is oroszpárti, EU-ellenes, új elemként pedig a háborúért egyenesen az ukránokat hibáztató retorikát folytat. Oroszország kapcsán stratégiai nyugalmat hirdet, az EU-val szemben pedig újabb szabadságharcba szólítja a népet. Mindez természetesen úgy, hogy az orosz mintára felépített propagandagépezet gőzerővel pörög. Legutóbb már Zelenszkit és kormányát vádolták azzal, hogy nyíltan lepaktált a magyar ellenzékkel, és bele akar szólni a választásokba. Az évek óta hergelt nép, legalábbis egy része, rezonál ezekre a gondolatokra. Különösen annak tudatában, hogy az előző ukrán vezetés által megalkotott nyelvtörvény valóban megalázó és kiszolgáltatott helyzetbe hozta a kárpátaljai magyarokat. De hogy mennyien gondolják azt, hogy emiatt az ukránok most megérdemlik, amit kaptak, az egészen elképesztő. Ezzel a Putyin barát, ukrán ellenes, sonyi lavírozó attitűddel természetesen elszigetelődünk mi magunk is hiszen az Európai Unió, mely emberek százmilliói számára biztosítja a békés egymás mellett élés és a jólét lehetőségét, nem hunyad szemet a kontinensen zajló indokolatlan és brutális pusztítás felett. Egy szuverén állam megtámadását, civilek lemészárlását és egy ország lerombolását semmilyen módon nem szabad sem relativizálni, sem elbagatelizálni, de legfőképpen elfogadni egy háborús bűnösként számon tartott vezetővel, akinek egyre több vér tapad a kezéhez. A demokratikus, civilizált világ egyre kevésbé akar bármiben is együttműködni. Erőt kell demonstrálni. Az erő pedig az egységben van. Úgyhogy nem véletlen, hogy a XXI. századra a kereskedelmi kapcsolatok hálózatai, a politikai-gazdasági szövetségek soha nem látott méreteket öltöttek. A NATO lényege is ebben áll. A békés egymás mellett is hirdetjük, de ha a közösség egy tagját megtámadják, a többiek biztosítják a védelmét. Bár a kormány és az állami propagandagépezet folyton ezt szakozza, senki nem várja Orbántól, hogy hadba küldjön minket, vagy akár csak megkockáztassa, hogy Magyarország háborúba keveredjen. A stratégiai nyugalom egy jól hangzó kifejezés, de nem igazán lehet tudni, mit értenek alatta. A valóság az, hogy ha a háború átterjed a határainkon innenbe, az nem két ország közötti háború lesz, hanem a NATO és Oroszország között fog zajlani, hiszen NATO tagok vagyunk. Épp ezért erre remélhetőleg nem is fog sor kerülni. Legalábbis valószínűleg nem amiatt, hogy mi is nyíltan Putyin ellen fordulnánk. Ha mégis, az azt jelenti, hogy Orbán Viktor tud valamit, amit nem köt az orrunkra. Putyin megfenyegette talán? Ezt nem tudhatjuk. De egy biztos: az orosz elnök óriási befolyással rendelkezik Magyarországon és a magyar kormány felett. A 10 milliárd eurós hitel, amit a szintén orosz technológiával és orosz szakmai felügyelet mellett zajló paksi atomerőmű bővítésre kapunk Oroszországtól. A sokat emlegetett gázimport, amely kiszolgáltatta Putyinnak a teljes magyar ipari szektort és a lakosságot. Valamint a sokak által csak orosz kémbankként emlegetett nemzetközi beruházási bank. Mind-mind azt bizonyítják, hogy erősen függünk az orosz elnök kényekedvétől. És akkor még nem emlegettük az oligarchákat és a magyar oligarchákkal való kapcsolatukat. Ehhez hozzájön a napokban napvilágot látott információ, miszerint a magyar külügy évek óta nem képes megfékezni az orosz hekkereket, akik komplett levelezésekhez félhettek hozzá, és akár államtitkokba is betekintést nyerhettek. pedig egy ilyen húzás zsarolhatóvá és sebezhetővé teszi országunkat. Szóval erről lenne szó. Ezért nem vagyunk hajlandóak nyíltan elítélni a XXI. század legnagyobb agresszorát? Valamiféle titkolt félelemből. Ezért nem vagyunk hajlandóak legalább hazánkon átengedni olyan katonai szállítmányokat, amiket mások küldenek, hogy megsegítsék vele a hazájukat védő ukránokat? Akkor nézzük meg a gázimportot. Az azzal kapcsolatos szankciók kapcsán meg kell jegyezni, hogy valóban súlyos gazdasági és társadalmi következményei lennének, ha nem érkezne gáz Oroszországból. És nem csak ránk nézve, Európa más országai is küzdenek ezzel. De az egységes európai fellépés itt is nagyon ütőképes kártya lenne hiszen a szakértők egyetértenek abban, hogy Putyinnak nem érdeke leállítani a szállítmányokat. Ugyanis egyrészt a gázkitermelés leállítása bonyolult, veszélyes és drága folyamat, a tárolása pedig nehezen megoldható Oroszországban, arról nem is beszélve, hogy a bevételre egyre nagyobb szüksége van, főleg ha még sokáig akarja folytatni ezt az őrült háborút. Mindezekből tisztán látszik, hogy ha Orbán Viktor marad továbbra is Magyarország élén, az elszigetelődésünk fokozódni fog. Ennek jelei már mutatkoznak többek között abban is, hogy a lengyel és csefél lemondta a v védelmi minisztereinek tervezett magyarországi találkozóját, a magyar kormány orosz barát álláspontjára hivatkozva. Ezzel gyakorlatilag hosszú távon veszélybe kerülhet a közép-európai országok egyik legfontosabb érdekvédelmi közösségének léte is. Ha ez így megy tovább, megint egy olyan helyzetben találhatjuk magunkat, mint történelmünk során már oly sokszor. A geopolitikai helyzet félreértelmezése és taktikai hibák sorozata oda vezethet, hogy hosszú távon a vesztes oldalon találhatjuk magunkat, még akkor is, ha rövid távon jónak tűnik ez a stratégia. Ezért április 3-án nagyon fontos döntést hozunk, ami nem csak arról szól, mint egy átlagos a fékek és ellensúlyok működő rendszerével rendelkező demokráciában, hogy hogy fogják hívni a következő kormányfőt. Ez a választás arról szól, hogy egy maffia szerűen működő elnyomó hatalom csapósai, vagy egy szabad világ egyenrangú partnerei akarunk lenni. Ha a kormányváltásra szavazunk, a legfontosabb feladatok egyike helyreállítani a jó kapcsolatunkat EU-s partnereinkkel, a v és a NATO-val. Hogy mind a gazdasági, energiaügyi, mint pedig a katonai biztonságunk, ha úgy tetszik, stratégiai nyugalmunk hosszú távon biztosítva legyen.